Különleges évfordulóhoz érkezett Tolna városa. A helyi nagyboldogasszony római katolikus templom ugyanis 250 éves az idén. Link Judit helytörténész azt mondja, viszonylag újnak mondható az épület. Ahhoz képest, hogy ugye 1035-ben, amikor Tolnát megalapították és a vármegye székhelye lett, akkor már volt itt templom. Nem ezen a helyen, teljesen más helyen volt, később szép nagy templom lett, de ez a török korban, illetve a török kor után megsemmisült. Az 1700-as évek elején megkezdődtek a sváb betelepítések, Tolna akkori földesurai, a Wallis grófok elkezdtek betelepíteni Tolnára sváb telepeseket, és a növekvő számok indokolta egy templom meglétét, ami akkor nem volt. Sajnos egy időben a plébánián tartották az istentiszteleteket, de hát a növekvő lakosság az igényelte a templomot. 1728-ban Kapuvári Márton lett a plébános, és ő elkezdte egy templom építéséhez összegyűjteni a pénzt, meg is kezdték a templomot építeni. Mikor ő elkerült, addigra már válmagasságig értek a falak, ő Pécsre került iskolaigazgatónak, és 1742-ben már tudtak misézni abban a templomban. Azért mondom, hogy abban a templomban, ugyanis ez 1765-ben ez a kapuvári féle templom leégett, úrnapján égett le, érdekes módon, és hát utána ismét templomépítésre fókuszáltak, de ez sajnos csak 1770-es évek elején lehetett realizálni, ugyanis a Festetics grófok kapták meg akkor ezt az uradalmat, és Festetics Pál igen-igen eladósodott. Tehát nem tudta finanszírozni a templomot, közadakozásból pedig nem tudott az új templom felépülni. Ezért Festetics Pál bérbeadta az akkori kalocsai érseknek, Batthyány Józsefnek az egész uradalmat 13 évre. Annak fejében, hogy épített a kalocsai érsek egy templomot ide. Ez a most látható templom, barokk stílusú templom, 1773-ra épült fel, igen-igen fura körülmények között. Ugyanis Batthyány József érsek ide küldte Demkovics József nevezetű intézőjét, aki pontosan tudta, hogy honnan lehet pénzt szerezni. És nem a templom építésbe kezdett bele, hanem elsőként megépítette a tolnai sörházat, ami nagyon felháborodtak a tolnai lakosok, viszont Demkovics úr tudta, hogy miből lehet pénzt csinálni. Olyannyira, hogy a befolyt jövedelmekből és egyéb adományokból 3 év alatt felépült ez a templom. Fel is szerelték, a kalocsai érsek vállalta, hogy felszerelik egy tárgyakkal, 4 oldal oltárja, mellékoltárja is épült. A templomot Regina Czőlinek szentelték, tehát a mennybe felvett királynőnek, nagy boldogasszony templom lett. Az elmúlt 250 év alatt 13 plébánosa volt már a templomnak, jelenleg a 14. Ravasz Csaba. Az évforduló kapcsán pedig szent misével és búcsúval készülnek, mondja az atya. Évről évre visszatérő templom búcsunkra készülünk valóban. Ez augusztus 15-én, most hétköznapra eső módon. Teológia így fogalmaz, hogy ekkor Mária, Jézus édesanyja elszendergett, és aztán testében, lelkében mennyországba
vétetett. Szépen fogalmaz így a teológia, mint ember meghal Mária is, de a Szentföldön sehol nem találni Mária sírhelyét, mert hogy testében, lelkében a mennyországba vétetett. Mi most pár nappal előbb fogjuk ezt ünnepelni, a templom búcsút. Annak idején kalocsai érsek atya gróf Batthyány József építette, finanszírozásában ő vállalt jelentős részt, és ennek apropóján sikerült a mostani kalocsai érsek atyát meghívni erre a 250. jubileumi évünkre. Úgyhogy őt várjuk, és vele ünneplünk. Ravasz Csaba úgy fogalmazott, hogy amikor egy templomot építenek egy-egy településen, nem csak falakat húznak fel, nem csak szobrokat és szentképeket tesznek a falakra, hanem mindig valamilyen titulusra szentelnek föl egy templomot, ami egy védőszentnek a titulusa. Ez lehet az Istennek egy misztériuma, mondjuk Jézus szíve, vagy Jézus mennybe menetele, vagy Szent Háromság ünnepe. Itt a környékben pont ilyen templomok is vannak. Vagy éppensége valamelyik szentnek a tiszteletére titulált templom, és nyilván a szentek is közel állnak az Istenhez, ezért szentek, így kérjük az ő közbenjárásukat. Egy hasonlattal élve, ez olyan, mint amikor valaki gyerek, ha éppen örül, vagy éppen megijed és sírni kezd, és oda van, mind a két esetben azért a szüleihez oda fordul. Egyrészt az örömét, hogy megoszta, másrészt pedig, hogy ha bánat éri, akkor beléjük kapaszkodva úgy tudjon megnyugodni. Az ember mindig keresi a nálánál nagyobbat. Azt a valakit, akinek a segítségére, közbenjárására joggal hagyatkozhatunk, és talán felnőtt korban is így vagyunk, vagy ha sportnyelven szólva élhetek, egy ilyen hasonlat is eszembe jut. Vannak, amikor ilyen sztár sportolókat szerződtet egy csapat. Ott van a jó képességű sportolók, de hogy van egy-két sztár is éppenséggel, akik talán még nagyobb tisztelettel örvendeznek, meg profi módon tudnak helytállni. A szentekre is így módon emlékezünk, akik emberek olyanok, mint mi, mondja a plébános. Meghaltak, Istennél vannak, és mivel a szeretet bajnokai, ezért valamit az illetettek az asztalra, tiszteletünket is kivívták meg azt is, hogy hozzájuk menjünk. Kérjük az ő segítségüket, közbenjárásukat. Tónai elődök nem akárkit találtak meg, azt gondolom, Máriát, Jézus édesanyját, és az ő tiszteletére épült ez a Mária templomunk, Nagy Boldogasszony templomunk. Hadd mondjam azt tehát, hogy a búcsú ünneplésében van ez a vertikum, hogy Istennel is keressük a kapcsolatot, találkozást, így ünneplünk. De van egy horizontális vonal is. Régi ember ezt jobban tudta. Búcsúkor mindig hazajöttek az elszármazottak. Tehát gyerekek, unokák, együtt volt a család, kerek volt a család, eljöttünk az ünnepi misére, és utána tovább folytattuk otthon is az ünnepet, az együttlétet. Ez a két dimenzió, ez a vertikum és a horizontális síkok mentén mozog a búcsú igazából.
én bízok benne, hogy idén is azért lesznek hazatérő elszárnozottaink is, itt augusztus közepénél, és így tudunk ünnepelni. Ravasz Csaba elmondta azt is, hogy elkészült a restaurálás a templomban. A munkálatok során megújult a szószék, a keresztelőkút és a fali kereszt, illetve a négy mellékoltár. A tervek szerint mindezt augusztus 12-én fogja megáldani a kalocsai érsekatya.